Na szia, ne haragudj, hogy csak most értem, csak tudod, ekkora társaságból elég nehéz volt elszabadulni. Na, semmi baj, na milyen a buli, hogy érzitek magatokat? Hú, hát nagyon jó. Van egy fiú, Balázs, és képzeld, nagyon tetszik nekem, szerintem már szerelmes is vagyok belé. Aha, ez tök jó. Mi van, nem örülsz nekem? De, örülök, csak attól félek, hogyha ez a fiú dolog egy kicsit komolyabbra fordul, engem egy kicsit el fogsz hanyagolni, és nem fogsz annyit találkozni velem. Jaj, ne hülyeskedj, mert ez soha nem fog előfordulni, mindig ugyanolyan fontos marad számomra. Ha te mondod. Igen, én mondom, és ez így is lesz. Na de szerintem megyek vissza bulizni, nehogy feltűnjön nekik, hogy ilyen sokáig voltam, még a végén félreértik. Szia! Na szia! Bocsi, hogy csak most tudok jönni, tudom, hogy rettenetes barát vagyok, de annyi dolgom volt, és úristen, ez a buli annyira jó volt, és ez a fiú, Jézusom. Jaj, hát persze, semmi gond, ne, mesélj róla valamit. Hát igazából még a buli elején megkérdezte, hogy van-e kedvem elmenni valahova, és persze, hogy egyből igent mondtam, és azóta dumálunk fészen, annyira imádom, nagyon arany, és mindig küldözgeti magáról a képeket, meg minden, tök jól el vagyunk. Hát, ez nagyon jó, de figyelj! Simonetta, gyere ebédelni! Most már nem kell kajálni, de utána még beszélgetünk. Még elmegyünk sétálni, és mesélek, jó? Jó, de siess, léci. Na, bocsi, hogy csak most tudtam jönni, de elég sok dolgom volt, és amúgy kívülről nézve most elég külön lehetett, hogy szóval léci, csak kicsit halkabban tudnál beszélni. Jó, figyelj! Amint egy picit nyugodtabb környezetben leszek, mesélek, ígérem. Addig is... Szia! Persze, találkozhatunk, tök jó lenne. Jó. Jó, rendben, ott leszel. Szia! Szia! Hoztam teát. Jaj, de van, hogy köszi! Lehet fura lesz, hogy ilyenek, de hogy anya nem viszi el, hogy veled találkozunk, és hogyha csinálnánk egy képet... Hát, annyira nem szeretek képeket csinálni. Na, légy szépen, kép most. Jó, ha nagyon muszáj. Köszi. Persze, még hogy egyetlen fiú sem lesz fontosabb nálam is. Mindig én leszek az első mindenben. Már most elhanyagolsz, pedig még csak össze sem jöttetek. Annyira elegem van belőled. Jó, elég legyen már. Inkább mesélj valamit. Képzeld, hogy jöttem ide, nem találtam egy kocsit. Annyira ideges. Figyelj, tudom, hogy eleged van nagyon sok mindenből, és hogy mostanában nem érzed azt, hogy te vagy a legfontosabb, és vannak problémáid, nyilván neked is, de nekem is vannak, és már nagyon unulom azt, hogy ott vagy mindenhol, és egyszerűen nem tudok tőled szabadulni, és miattad az emberek hülyének is néznek, és nekem ezt a helyzetet nagyon nehéz kezelnem. Látom, hogy neked még mindig nem tiszta ez az egész, de még mindig nem érted. Nekem te vagy az egyetlen az egész világon, nekem nincs máshoz fordulnom, nekem nincs senki másom. De látom, hogy neked ez egyáltalán nem fontos, nem úgy, mint nekem, úgyhogy hagyjuk is ezt az egészet szerintem. Neked csak egy teher vagyok. Hát, ha te így érzed, én nem fogok ellenkezni. Sőt, sokkal jobb lesz nélküled. Szerintem akkor hagyjuk, ennyi volt.
Szia, légy szíves, gyere vissza, már most hiányzol, pedig még csak most mentél el. Beszélnünk kell tényleg. És rájöttem, hogy nem csak neked kell tenni a barátságunkért, hanem nekem is, és ezután jobb lesz. Kérlek.